Köszöntöm nézőinket, Önök a Budakalász ma napi hírmagazinunkat látják. Következzenek elsőként kiemelt híreink röviden. Bringás reggeli. Folyamatosan érkeztek az érdeklődők az eseményre. Fűtési szezon. A felkészülésre hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Felkészülési labdarúgó mérkőzés. 4-3-ra nyert a Budakalász csapata. A kerékpáros közlekedés népszerűsítése volt a célja a csütörtöki bringás reggelinek. Budakalászon a polgármesteri hivatallal szemben több biciklis résztvevő gyűlt össze. Az eseményt Budakalászváros önkormányzata és a Magyar Kerékpáros Klub Szentendre és Vidéke közösen szervezte meg. Számomra ez nagyon jó sport. A munkába úgy érkezem, hogy sokkal frissebb vagyok. Persze olyan szempontok is vannak, hogy nem autózom, a környezetet kímélem, de a legfontosabb az, hogy megvan a napi sport, ülő munkát végzek, ezért érzem fontosnak. Már rutinná vált Szabolcs számára, hogy két keréken érkezik reggel a munkahelyére. De nem mindenki számára van ez így. Van, aki megszokásból az autót vagy a tömegközlekedési eszközt választja ahhoz, hogy elérjen az általa választott célállomásra. Most már egyre több város bicikli úton is megközelíthető. Nincs ez másképp Békásmegyer és Szentendre között sem. A legújabb Eurovelo 6 kerékpáros utat már használatba vehették a bringások, de a hivatalos átadás még nem történt meg. A napokban megtörténik majd a műszaki átadás átvétel, és szeretnénk majd egy hivatalosabb alkalmat is teremteni arra, hogy a kerékpárosok úgymond hivatalosan is birtokba vehessék, amit egyébként már jelenleg is nagyon sokan használnak. Örömként most a legfrissebb hírünk az, hogy lassan átadás előtt van az a Békásmegyer és Szentendre közötti szakasz, ami itt ugye Budakalászon is keresztül vezet, tehát a Budakalászt érinti mindenképpen, úgyhogy ennek most mindenki örül. Hát igazából a problémák azok ugyanazok mindenütt, tehát hogy bár vannak kerékpáros fejlesztések, vannak utak, amiket ugye Pomázon is, meg most az előbb említett út is átadásra került, de ezek az utak sajnos nincsenek még hálózatba kötve, nincsenek megoldva ezek az átvezetések, úgyhogy van még mit tenni, és ezt az itt megjelenő emberek is észreveszik, illetve amiről még sokat szoktunk beszélgetni, az az, hogy azok az emberek, akik már mernek forgalomban közlekedni, azok most arra ugye akár a pandémiás helyzet, akár a megnövekedett forgalom miatt már egyébként is kerékpáron ülnek. Úgyhogy az lenne a célunk, hogy azok az emberek is felülessenek a kerékpárra, akik most még nem mernek elindulni ezek között a körülmények között a kerékpárjukkal. Úgyhogy számukra kéne olyan infrastruktúrát teremteni, ami nekik is biztonságos környezetet teremt, és elosztja azokat a félelmeiket, amik most meggátolják őket a kerékpárra ülésben. És hogy beszélgetve az önkormányzat képviselőivel, és az itt megforduló emberekkel is, erre igény is, meg közreműködik, vagy együttműködési szándék is mutatkozik, amit én nagyon örülök neki, remélem, hogy ez a jövőben tettekre fogunk tudni fordítani. Kakaós csiga, kalács, műzli szelet és gyümölcslé várta a résztvevőket ezen a reggelen, de mint Budakalász alpolgármestere is kiemelte, nem a gasztronómia volt a lényege a találkozónak, hanem a közösségi tér megteremtése, amire alkalmat adott a bringás reggeli. Budakalász városa első alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez. Budakalász mindig is nagy kerékpáros barát település volt, rengetegen bicikliznek a városban, és azt gondolom, hogy ennek a népszerűségét érdemes tovább növelni. Ez egy országos, sőt nemzetközi kezdeményezés. Budakalászon is azt gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy a kerékpárosoknak legyen egy alkalom arra, hogy egy kicsit találkozzanak, egymással beszélgessenek, akár a normál magánéletükről, akár pedig a kerékpáros ügyekről, ez egy kiváló alkalom erre. Nagyon sokan jöttek az első szakaszban, meg most is itt vannak még többen, és nagyon örülünk neki, hogy sokakat érdekel ez a rendezvény. Itt a többiek elmondása szerint a szentendrei rendezvénynél is népszerűbb volt a budakalászi rendezvény, amire nagyon, nagyon büszkék vagyunk. És azt gondoljuk, hogy itt a nyár közepe ellenére azért sokan útba ejtették ezt az alkalmat, ezt a terített asztalt. Ez is mutatja azt, hogy van rá érdeklődés Budakalászon.
Napjainkban közel 1 milliárd kerékpárt használnak világszerte közlekedésre, szállítási, szabadidős és sportcélokra. A mai világban a kerékpár az egyéni közlekedés leghatékonyabb módja. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen amióta itt az önkormányzatnál dolgozom, azóta néhány perc alatt ide érek biciklivel, és gyorsabb is gyakran idejönni. Magam is nagyon szeretek kerékpározni az egész családommal együtt. Budakalász ilyen szempontból egy ideális környezetet teremt, hiszen viszonylag lapos környék, hogy a hegyvidéki oldalon ott egy picit nehezebb a kerékpáros közlekedés, de van még azért feladatunk azon, hogy az infrastruktúrát tovább javítsuk. Például a főúton azért az embernek még egy kicsit össze kell szedni a bátorságot, hogy végig tudjon jönni, van néhány forgalmasabb szakasz, aminek a kikerülésére kell még alternatív útvonalakat találnunk. Aki esetleg azon gondolkozik, hogy ma reggel felüljek a biciklimre, vagy a megszokott módon üljek be az autómba, és gyorsan, kényelmesen, izzadság nélkül beérjek a munkahelyemre, mit tanácsolna nekik? Azt tanácsolom nekik, hogy tervezzék meg előre az útvonalat, szálljanak rá időt, főleg, hogyha először ülnek föl, mert akkor még sokkal hosszabb lesz, mint mondjuk a harmadik, negyedik, ötödik alkalommal. És hogyha ráérősen kerékpároznak, akkor még ebben a melegben sem feltétlenül kell, hogy megizzadjanak. És hogy jobban fogják magukat érezni, amikor beérnek a munkahelyükre, mert hogy nem ültek és bosszankodtak egy autóba, hanem folyamatosan haladtak ebben a gyönyörű időben egyébként, ami most reggel van. Ez volt Budakalászon az első ilyen alkalom, de nem az utolsó. A közeljövőben tervez még az önkormányzat és a Magyar Kerékpáros Klub Szentendre és vidéke szervezni hasonló eseményt a kerékpárosoknak. A Magyar Kerékpáros Klub Szentendre és vidéke területi szervezete szeretné felsorolni és térképre vinni a kerékpáros infrastruktúrát érintő problémákat a környéken. Ehhez kérik a budakalásziak segítségét is. Kérlek, mondd el, hogy hol milyen problémát tapasztaltál, esetleg azt is, hogy milyen megoldást javasolsz. Hiányzik egy támasz? Felnyomta a gyökérzet a kerékpárút burkolatát? Ellentmondásos a táblázás? Lekopott a sárga csík? Nincs átvezetés? Jó lenne megnyitni kerékpárosok számára a szembeforgalmat az egyirányú utcában? Ezekre a kérdésekre várják a válaszokat. Az észrevételeket egy gyors kérdőív kitöltésével tehetik meg az érdeklődők. A kérdőívet megtalálják a szentendre.media.hu hírei között kerékpáros probléma térkép címmel. Már most érdemes felkészülni a fűtési szezonra, hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A balesetek, tragédiák elkerülhetők, ha a fűtési rendszerét és kéményeit mindenki évente vagy két évente kéményseprő szakemberrel átnézeti. A kéményseprők a lakosság körében ingyenesen végzik munkájukat, csak hívni kell őket. Ingyenesen kitakarítják az égéstermék elvezetőket, ellenőrzik annak szigetelését, tömörségét, külső-belső állapotát, figyelve az esetleg balesetet okozó külső körülményekre, az elszívó berendezésekre és a modern nyílászárók légbevezetőire. A települések társasházaiba kötelezően és rendszeresen mennek a szakemberek, Budakalászon szeptembertől végzik majd ezeket a feladatokat. Idén a járvány miatt 3 hónapon át szüneteltek a munkálatok, a szakemberek az ellenőrzéseket most pótolják. A családi házakhoz nem automatikusan érkezik a kéményseprő, azt egyénileg kezdeményezhetik az ilyen ingatlanban élők. Ez néhány nap átfutási időt igényel, ezért érdemes időben jelezni, ki és mikorra kéri az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. Az igénylésről részletesebb információt az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján olvashatnak. Felkészülési mérkőzést játszott kedd este a Budakalász felnőtt labdarúgó csapata hazai pályán a Szentendre VSE ellen. A fordulatos és gólokban gazdag találkozó végül a következő szezonban már megye első osztályban induló kalászi csapat győzelmével zárult. A mérkőzés első félidőjét követően a Szentendre 2-1-es vezetéssel vonult az öltözőbe a budakalászi pályán rendezett összecsapáson. A második játékrész elején is a vendégek voltak a jobbak, mivel egy újabb gólnak köszönhetően tovább növelték az előnyüket. Jó, 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 jó
A szentendreiek könnyen három gólos előnyre tehettek volna szert, viszont egy óriási zicsert hibáztak. A kihagyott helyzetet követően a Budakalász több cseréjének is köszönhetően egyre jobban átvette az irányítást, és a második félidő közepén kiegyenlített. Sőt, a mérkőzés utolsó percében egy büntetőt követően megszerezte a vezetést is, amellyel végül 4-3-ra megnyerte a találkozót. A mérkőzés után a hazaiak vezetőedzője pozitívan értékelte csapata teljesítményét, és már a következő hetek felkészüléséről is beszámolt. Most egy két hete kezdtünk komolyabban bele, tehát gyakorlatilag itt azért a csapat elég nagy terhelés alatt van, elég sok meccset játszunk, elég sokat kell kísérletezni, úgy igazából az eredmény nem is számoltuk. Az volt a lényeg, hogy mindenki sokat játszon, hogy meccs legyen, meccsterhelés legyen, szóval ez a legfontosabb, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó szolgálta a felkészülést ebbe az időszakban egy ilyen meccs, úgyhogy úgy értékelem, hogy jó volt. Vezettük a bajnokságot, nekünk azért az kérdés volt, hogy hol tudunk indulni. Az utolsó percig nem tudtuk, hogy mi lesz. Nyilván itt a Szentendre csapatának a visszalépése, vagy ugye a jogán tudtunk mi fellépni. Ugye elsők voltunk a bajnokságban, vezettünk 6 ponttal, mi szerettünk volna felmenni, nyilván nem ment végig a bajnokság, de ennek ellenére jött a felkérés, mi a felkéréssel éltünk, mi azért 5-6 éve a megye 2-be, azt kell mondjam, jó szereplünk, ilyen 2-től 5. helyig mindig voltunk, dobogó, sokszor meg volt, második hely is 2-szer, úgyhogy mi mindenképp akartunk menni, megmérettetni, hogy milyen az első osztály, úgyhogy ezt a lehetőséget mi megkaptuk, mi éltünk vele, és szeretnénk jó szerepelni, nekünk az a cél, hogy bennmaradjunk, úgyhogy mi arra készülünk, hogy első osztályba talán kicsit jobb körülmények, talán kicsit jobb csapatokhoz elmegyünk játszani, és akkor megnézzük, hogy ott mi van, mi úgy készülünk, hogy ott harcos csapat leszünk, és megpróbálunk bennmaradni. Elég sűrű a program, mert holnap menjünk Vízművek, jövő héten játszunk Gödöllő, még Reaccal van lekötve edzőmeccs, úgyhogy van négy meccs, illetve hát kupa meccs, az Pest megyei kupa elindult. Veresegyházra megyünk vasárnap, és aztán tovább jutunk, akkor meg abba is jövő héten megint vasárnap meccs van, úgyhogy elég sok meccs van, közte edzések, úgyhogy így csináljuk a felkészülést, és akkor megpróbálunk minél jobban felkészülni a 22-i rajtra. A Budakalász csapata legyőzte a Szentendre VS együttesét felkészülési mérkőzésen, és a most mutatott játék bizakodásra adhat okot a következő szezonban a Pest megye első osztályban induló együttes számára. Végül a várható időjárásról. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, kora délután északkeleten növekedhet meg a fátyol felhőzet, máshol csak kevés felhő lesz az égen. Egy-egy záporra, zivatarra délen van esély. Az északias szél az északi megyékben időnként megélénkülhet. Hajnalban 14-20, délután 28-33 fok várható. Híradónk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink röviden. A kerékpáros közlekedés népszerűsítése volt a célja a csütörtöki bringás reggelinek. A balesetek, tragédiák elkerülhetők, ha a fűtésrendszert és kéményeit mindenki évente vagy két évente kéményseprő szakemberrel átnézeti. 4-3-ra nyert a budakalászi csapat a keddi felkészülési labdarúgó mérkőzésen a Szentendre VSE csapata ellen. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Nézzék továbbra is a TV Budakalász műsorát, hamarosan kezdődik Fogadóóra című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu per TV kötőjel Budakalászon. Ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!